Szeretettel köszöntünk mindenkit, nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és nagyon örülünk, hogy együtt dicsőíthetjük Isten. Mi vagyunk a Pünkösdi Zenei Misszió, a PZM, és tényleg az a közös bennünk, hogy nagyon szeretjük dicsérni az Istent. Nagyon sokszor szoktam mondani a csapatnak, hogy ha nem lenne Jézus Krisztus az életünkben és a szívünkben, akkor lehet nem ismernénk egymást. És annyira jó dolog, hogy ismerhetjük Jézus Krisztust, és ezáltal nem csak őt, hanem sok barátot, sok társat, sok testvért adott nekünk az Úr, és szeretnénk azt, hogyha ma este így mindannyian együtt tudnánk őt dicsőíteni. Egy kérésünk van, szeretnénk, hogyha őszintén és szabad szívvel dicsőítene ma mindenki. Ebben meg tudunk egyezni? Hú, ez halk volt, de meg tudunk egyezni ebben? Jó, oké, akkor dicsőítsük az Istent!
következő számot még nem hallottátok. Nagyon szeretjük mi ezt a dalt, mert Editkának a szívében született meg. És arról szól, hogy akármi megyünk, hát az Isten mellett mindig jó. Reméljük minél hamarabb megtanuljuk, és tudjuk együtt énekelni. Minden nap, mikor körülnézek, nélküled minden oly sivált. Benned mindig megtalálom az igazi öröm forrását. Sokkal szebb világ, egy új világ.
megfogható jelenlétet, ha átítod, múltba visz, mint ami volt, ami volt, mert veled minden jó. C'est pour moi une joie de rencontrer également les jeunes. És nagyon nagy öröm számomra, hogy veletek fiatalokkal találkozhatok. Cela change. Ez egy kis váltás most. Cela me motive. Engem is ez motivál. Parce qu'en vous, je vois l'avenir. Mert bennetek látom a jövőt. Mais pas seulement, je vois déjà le présent. És nem csak a jelent látom. On a régulièrement dans l'église chez nous. Nálunk otthon a gyülekezetben. À Pâques, un rassemblement de jeunes. Rendszeresen tartunk fiataloknak összejövetelt. Il y a 2000 jeunes qui viennent. És minden évben húsvétkor tartjuk ezt, és 2000 fiatal vesz rajta részt. Et puis, l'année dernière, és a tavalyi évben, mon père qui a 88 ans, édesapám, aki 88 éves, avec ma mère qui a 83 ans, édesanyámmal együtt, aki 83 éves, a voulu aller voir qu'est-ce qui se passe dans le rassemblement de jeunes. Egyszer eljöttek egy ilyen fiataloknak tartott összejövetelre, hogy mi is történik ott. Mon père est le fondateur de l'église. Édesapám alapította a gyülekezetet. Alors quand il est arrivé, és amikor megérkezett, il y avait un service de sécurité organisé par les jeunes. A fiatalok egy ilyen biztonsági szolgálatot szerveztek. Et les jeunes ont dit, vous pouvez pas rentrer. És a biztonsági szolgálat megállította, hát ne haragudjon, ön nem jöhet be. Et là, tout d'un coup, il y a un jeune qui a reconnu le pasteur fondateur. Aztán hirtelen az egyik fiatal azért mégis felismerte az alapító pásztort. Il dit, hey, c'est le pasteur fondateur. Várja, engedjétek be, ő az alapító pásztor. Laissez-le rentrer. Hadd jöjjön be. Et j'ai un des pasteurs qui était là, quand il l'a vu rentrer, il a dit, oui, 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 oui. És az egyik pásztor látta az egész jelenetet, és azt mondja, jaj, Istenem. Qu'est-ce qui va se passer? Mi lesz itt? Parce qu'il y avait 2000 jeunes avec la musique. Ott volt 2000 fiatal, és ment keményen a zene. Et les jeunes étaient à fond, yeah! És ott ugráltak. Et le papa de 88 ans, il arrive là. És akkor bejön a 88 éves öregember. Et il voit tous ces jeunes qui dansent ensemble. És látja, hogy a fiatalok ott vannak, táncolnak. Et il dit à ma mère. És azt mondja akkor édesapám anyukámnak. C'est exactement ce que j'ai vu il y a des années dans la vision quand Dieu m'a montré comment sera l'église. Pontosan ezt láttam évekkel ezelőtt abban a látásban, amikor Isten megmutatta nekem, hogy milyen lesz majd a jövőben a gyülekezet. Il est sorti de la fou de joie. És amikor kiment erről az alkalomról, tele volt örömmel. Il s'est pas arrêté à la musique. És nem akart, hogy leálljon a zene. Il s'est pas arrêté au style des jeunes, les pantalons qui sont grands, qui pendent, où tu peux te mettre à deux dedans. Nem ütközött meg a zenei stíluson, meg azon, hogy öltöztek ott a fiatalok, milyen nadrág volt rajtuk. Il s'est réjoui de voir des jeunes qui aiment Jésus. Egyszerűen csak örvendezett azokon a fiatalokon, akik szeretik Jézust. Il s'est pas trompé entre la forme et le fond. És nem keverte össze a külső formát a tartalommal. Trop souvent l'église et les générations se heurtent. Sajnos túl gyakran a gyülekezetekben összeütköznek a különböző nemzedékek. Parce qu'on s'arrête à la forme. Mert megállunk a külső formáknál. Au lieu de considérer le fond. Ahelyett, hogy a lényeget néznénk. Ce qui est important, c'est pas la forme. Ami fontos, az nem a forma. Que ce soit enveloppé dans une musique comme ce soir. Most végig is lényegtelen, hogy most ilyen fajta zene van-e, mint ma este. Que ce soit enveloppé dans une musique avec des violons. Vagy esetleg olyan zene van, ahol hegedű játszanak. Que ce soit enveloppé dans une musique avec une guitare sèche. Vagy pedig esetleg olyan zene, ahol egy szálgitár van. Ou avec un accordéon. Vagy egy harmonika. Ce qui compte, c'est pas l'enveloppe. Ce qui compte, c'est le fond, c'est le message. Qu'est-ce qu'on chante? Igazából nem a külső számít, hanem a tartalom, az üzenet, amit énekelnek. Pour qui on le chante? És hogy kinek énekelnek? Ce qui est important, c'est pas le vêtement. Nem a ruha fontos. Même si y a un vêtement décent. Azért persze fontos, hogy normálisan felöltözzünk. Parfois, je vois des jeunes filles qui ont des robes qui commencent jamais, qui s'arrêtent tout de suite. És néha látok fiatal lányokat, akiknek olyan a ruhája, hogy sehol nem kezdődik el, de már is vége. Là, évidemment, ça pose déjà problème. Azért persze, az azért probléma. Mais c'est pas l'habit.
De igazából azért mégse a ruha. A franszon dit, c'est pas l'habit qui fait le moine. Ugye franciák azt mondják, hogy nem a ruha teszi az embert, azt nálunk is mondják. Vous avez parfois des gens en costard cravate. Vannak emberek, akik szép öltönyben, nyakkendőben szeretnek jönni. Mais qui mène une vie en abomination devant Dieu. De attól függetlenül egy olyan életet élnek, amit Isten utál. Et puis vous avez parfois des jeunes qui ont des habits bizarres. Aztán vannak fiatalok, akik elég furcsán öltöznek. Mais qui intérieurement aime Jésus. De belülről szeretik Jézust. Ne vous fiez pas à l'apparence. Úgyhogy ne bíz a látszatban. Je suis heureux d'être venu ici avec deux jeunes. Nagyon örülök, hogy két fiatalt hoztam magammal. J'ai la joie d'avoir avec moi mon fils. Nagyon örülök neki, hogy itt van velem a fiam. Chez nous en France, c'est la mode des barbus. Nálunk Franciaországban most a szakállad divat. Les jeunes. Fiatalok. Est-ce que vous voudriez me rendre un service? Megtennétek nekem egy szívességet? Levez voir la main. Emeljétek fel a kezeteket. Tous les jeunes qui veulent me rendre service. Levez la main, tous les jeunes. Minden fiatal, emeljétek fel a kezeteket. Levez la main. Emeljétek fel a kezeteket. Ok. Jó. On va faire un pacte ensemble. Akkor most kössünk egy megállapodást. Avant qu'ils partent demain. Mielőtt ez a két fiatal ember holnap innen el tudna menni. Tous les deux sont encore là demain toute la journée. Egész nap itt lesznek mind a ketten. Avant que vous les laissiez partir. Mielőtt még elengednétek őket. Vous les attrapez. Kapjátok el őket. Et vous leur rasez la barbe. És vágjátok le a szakállukat. C'est une commande du pasteur de Mulhouse. Ez most a mulhouse-i pásztor parancsa. Et moi je vais les attendre le dimanche. És én majd otthon várom őket vasárnap. Débroussaillés. És olyan jól fognak kinézni. Nettoyés. Megborotválva, tisztán. Propre. Tiszták lesznek. Prêt au service. És végre készen állnak a szolgálatra. Ce soir j'ai avec moi également le pasteur des jeunes de l'église. Eljött velem ma este, itt van velünk az ifjúsági pásztora is a gyülekezetnek. Et il est une vraie bénédiction pour l'église. És ő valóban áldást jelent a gyülekezet számára. Il est pas seulement une bénédiction pour les jeunes, il est une bénédiction pour l'église. Nem csak a gyülekezet számára áldás, hanem az egész a fiataloknak áldás, hanem az egész gyülekezetnek. Et au-delà de l'église locale, il est une bénédiction également pour les jeunes dans le pays. A helyi gyülekezeten túl az országban lakó fiatalok számára is áldást jelent. Et je lui ai juste dit, avant que je prêche, j'aimerais que tu donnes courtement ton témoignage, d'où tu viens. És szeretném, hogyha röviden elmondanád a bizonyságtételedet, mielőtt elkezdeném a prédikációmat, hogy honnan jössz. Quel a été ton contexte de vie? És milyen háttérből jössz? Et j'aimerais inviter Thibaut à venir. Thibaut, légy szíves, gyere fel. Merci Thibaut pour qui tu es, il a les plus belles lunettes du monde. Köszönöm mindazt, aki vagy, és tényleg a legjobb szemüveg az, ami rajtad van a világon. C'est des lunettes sans verre. Pour se gratter à l'intérieur, voilà. Olyan jó, mert nincsen benne üveg, és nyugodtan megvakarhatja a szemét a szemüvegen keresztül. Halleluja. Halleluja. Est-ce que ça va bien? Jól vagytok? Ja. Hát est-ce que ça va bien? Jól vagytok? Yes. Ez már jó. Trop bien, moi je vais super bien. Én meg nagyon jól vagyok. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là avec vous. Olyan nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek veletek. Et je me réjouis de passer ce week-end avec vous. És örülök neki, hogy ezt a hétvégét veletek tölthetem. Je m'attends vraiment à des grandes choses du Seigneur. És nagy dolgokat várok az Úrtól. Amen. 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 Egy kis amen volt. J'aimerais juste vous lire un texte dans la Bible. Szeretnék felolvasni egy részt a Bibliából. Qui m'a rappelé mon histoire. Ami az én saját személyes élet. C'est dans Jérémie 1, verset 4. Jérémiás 1:4. Tu peux lire jusqu'au verset 10. Jérémiás 1:4-10-ig olvasom. Szólt pedig az Úr nekem mondván, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek. Prófétának rendeltelek a népek közé. És mondtam, Uram Isten, íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondta nekem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok neked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondja az Úr. És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette számat, és mondta nekem az Úr, íme, az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlelj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Des fois je me sens comme Jérémie. Néha úgy érzem magam, mint Jeremiás. Juste comme un enfant un peu fou. Olyan, úgy érzem magam, mint egy fiatal gyerek, aki kicsit bolond. Des fois j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que je fais ici.
néha nehezen értem meg én magam is magamat, hogy mit keresek itt. Des fois je me dis, mais pourquoi Dieu m'a-t-il choisi moi? És néha felteszem a kérdést, de hát miért választott Isten éppen engem? Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Én nem keresztény családból származom. Bien au contraire, j'étais pas du tout désiré. Sőt, engem egyáltalán nem is akartak a szüleim. Ma mère se droguait. Az édesanyám drogozott. Elle avait plein d'aventures avec plein d'hommes. És sokféle kalandja volt különböző férfiakkal. Et d'habitude, quand ma maman tombait enceinte, elle avortait. És az volt a szokása, hogyha teherbe esett, akkor elment abortuszra. Et un jour, je suis arrivé. És egy nap én valahogy mégis becsúsztam. Comme un cheveu sur la soupe. Úgy, mint amikor egy hajszál esik a levesbe. L'avortement n'a pas réussi. Nem sikerült az abortusz. Et je suis arrivé. Én megérkeztem. Ma maman était complètement shootée. Az édesanyám egy nagyon furcsa ember volt. Et les gens avec qui elle traînait, c'était pas des bonnes fréquentations. És olyan emberekkel lógott, akik nem, hát azok nem voltak jó társaság. Un de mes souvenirs, c'est qu'il faisait toujours sombre à la maison. Az egyik gyerekkori emlékem az, hogy otthon mindig olyan sötét volt. Les volets étaient toujours fermés. Mindig be voltak csukva az ablaktáblák. Et il n'y avait pour moi pas d'espoir. És számomra úgy éreztem, nekem nincs remény. Sans père. Nincs édesapám. Avec une maman dans la drogue. És édesanyám pedig kábítószeres. Elle allait de pire en pire. És aztán ő egyre rosszabb állapotba került. Elle allait souvent à l'hôpital psychiatrique. Gyakran bekerült a pszichiátriára is. Et moi je me retrouvais en foyer. És engem pedig beutaltak a... Na, hogy hívják, ahova... az árva gyerekeket. Hát árva, ilyen árvaház, igen. Mais un jour, quelqu'un lui a parlé de Jésus. De egy nap valaki bizonyságot tett édesanyámnak. Elle a dit non, c'est pas pour moi. És erre egy legyintett, nem, ez engem nem érdekel. Mais en rentrant, elle allait tellement mal. De aztán, mikor hazaért, annyira rosszul érezte magát. Qu'elle a fait comme une dernière prière. Hogy végül is úgy gondolta, hogy hát elmondok végül is egy imát. Jésus, si tu exist. És azt mondja, Jézus, ha te létezel. Tu me délivres de tout ça. Akkor ebből az egészből szabadíts meg. Sinon, c'en est fini pour moi. Különben végem van. Et que tu me crois ou pas. És akár hiszed, akár nem. Le lendemain matin. Másnap reggel. Ma maman était transformée. Az én édesanyám egy másik ember volt. C'est comme si le soleil était rentré dans ma maison. Ez olyan volt, mintha a nap besütött volna a házunkba. J'ai vu ma maman transformée. Láttam, hogy édesanyám átalakul. Alors on a commencé à aller à l'église. Úgyhogy elkezdtünk gyülekezetbe járni. À fréquenter des gens qui étaient remplis d'amour, de joie, de paix. És elkezdtünk olyan fiatalokkal elkezdtem kapcsolatba kerülni, akik tele voltak szeretettel, örömmel, békével. J'avais 6 ans. És akkor 6 éves voltam. Mais pour moi c'était extraordinaire. Számomra ez rendkívüli volt. J'ai découvert Samuel Peter Schmidt. Megismertem Samuel Peter Schmidt-et. Hoppá. Wow. És jelez a dobokkal hátulról. Dieu aime même les gens bizarres. És rájöttem, hogy Isten még a furcsa embereket is szereti. Halleluja. Halleluja. Et alors à l'âge de 7 ans, j'avais des verrues partout. De quoi? Des verrues. Des boutons. 7 éves koromban tele lettem szemölcsökkel. Et les médecins ne pouvaient rien faire. És az orvosok széttárt karral álltak, nem tudtak semmit csinálni. Et donc tous mes copains se moquaient de moi. És minden haverom gúnyolódott rajtam. Puis un soir, j'étais énervé. És egy nap elég ideges voltam. Alors j'ai dit, Dieu, j'ai pas envie de prier. És azt mondtam Istennek, Istenem, nincs kedvem imádkozni. À l'église, on dit que tu m'aimes. A gyülekezetben azt mondják, hogy te szeretsz engem. Ma maman, elle dit que t'es tout puissant. És édesanyám is azt mondja, hogy te mindenható vagy. Alors si tu m'aimes et que tu es tout puissant. Hogyha tényleg szeretsz, akkor és hogyha tényleg mindenható alors vagy. Alors tu me guéris de toutes ces verrues. Akkor ezekből a szemölcsökből gyógyíts meg engem. Le lendemain matin, j'avais plus aucune verrue. Másnap reggel egy szemölcse volt már rajtam. Halleluja. Halleluja. Un jour, je me suis blessé au genou. Volt egy nap, amikor megsérült a térdem. J'avais une grande cicatrice. És egy ilyen nagy heg keletkezett rajta. Je devais avoir 8 ans. Körülbelül 8 éves lehettem. Et pareil, je pleurais parce que je disais mais c'est moche, tout le monde va se moquer de moi de nouveau. És akkor is ugyanúgy sírtam és mondtam, hogy úgy de ronda, és mindenki ki fog megint gúnyolni. Alors ma maman m'a dit bah prie. Erre anyukám azt mondja, hát imádkozz. Et tu vas voir Dieu agir. És majd meglátod, hogy Isten cselekszik. Alors j'ai commencé à prier. Úgyhogy el is kezdtem imádkozni. Et le lendemain ma maman m'a dit bah viens, on va mesurer. És másnap azt mondja, édesanyám, na gyere, mérjük meg. Tous les jours on priait.
Minden nap imádkoztunk. Tous les jours on mesurait. Minden nap megmértük. Et la cicatrice tous les jours diminuait. És a heg az minden nap kisebb lett. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de prier. Egész addig, amíg abba hagytam az imádságot. Il me reste une petite cicatrice comme ça. Aztán a végén már csak egy egész pici heg maradt. Dès très jeune, j'ai découvert que Dieu m'aimait. És nagyon fiatal koromban már felfedeztem, hogy Isten engem szeret. Que Dieu était tout puissant. És hogy ő mindenható. Alors forcément, j'aimais aller à l'église. Hát persze, hogy akkor szeretem én is gyülekezetbe járni. Jusqu'au jour où j'ai découvert que les chrétiens étaient imparfaits, un peu comme Samuel. Egész addig, amíg fel nem fedeztem, hogy a keresztények tökéletlenek, egy kicsit hasonlóak a Samuelhez. Alors j'ai commencé à être déçu. És kezdtem úgy csalódni, csalódott lettem. Et à me dire, mais finalement, si c'est ça être chrétien, j'en ai pas envie. És azt mondtam, hogy hát, ha ilyen a kereszténység, akkor nekem ez nem is kell. Alors j'ai commencé à bouder Dieu. És akkor kezdtem úgy duzzogni Istennel szemben. Jusqu'au jour où je suis tombé nez à nez avec lui. Aztán egyszer valahogy úgy szembe kerültem Istennel. Alors que j'étais dans la montagne. A hegyekben voltam. Je suis tombé face aux étoiles. És úgy ott voltam, és a csillagok fölöttem. Et tout d'un coup j'ai entendu Dieu me dire. És egyszer csak azt hallottam, hogy Isten szól hozzám. Je t'aime. Azt mondta, szeretlek. Et je t'ai toujours aimé. És mindig is szerettelek. Toi aussi tu es imparfait. És te is tökéletlen vagy. Mais j'ai payé pour toi sur la croix. De fizettem érted a kereszten. Et j'ai un rêve et une destinée pour ta vie. És van egy álmom, és van egy tervem az életeddel. Ne me suis pas pour les autres. És ne amiatt kövess engem, ne a más emberek miatt kövess engem. Arrête de te focaliser sur les autres gens. Ne azt csináld, hogy állandóan a többi fiatalt figyeled. Mais garde ton regard sur moi. Hanem a tekintetedet tartsd rajtam. Et je me suis mis à pleurer. És akkor elkezdtem sírni. Et ce jour-là, j'ai décidé de donner ma vie entièrement à Jésus. És akkor döntöttem el, hogy tényleg teljesen odaadom az életemet Jézusnak. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. És ma elmondhatom, hogy ez volt életem legjobb döntése. Jésus a bouleversé ma vie. Jézus felforgatta az életemet. Et il m'a permis de rentrer dans une aventure absolument extraordinaire. És lehetővé tette, hogy belépjek egy abszolút fantasztikus kalandba. Où j'ai la grâce de le voir agir à chaque semaine. És abban a kegyelemben van részem, hogy látom, hogy ő cselekszik minden héten. J'ai la grâce et le privilège de l'avoir comme mon meilleur ami. És abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy Isten lehet a legjobb barátom. Et s'il y a quelqu'un là qui connaît pas encore Jésus. És van itt valaki, aki még nem ismeri Jézust. C'est la meilleure personne que tu puisses jamais rencontrer. A legjobb személy, akivel valaha találkozhatsz. Amen. Amen. Je bénis tellement Dieu pour ce qui s'est passé dans la vie de Thibaut. Annyira hálás vagyok azért, ami a Thibautnak az életében is történt. Et c'est un peu ce que je voudrais vous partager ce soir. Dieu voit en vous, jeunes gens, ce que peut-être les autres ne voient pas. És arról szeretnék fiatalok beszélni ma nektek, hogy Isten olyan dolgot lát bennetek, amit lehet, hogy más nem. Dieu voit autre chose que ce que voient vos voisins, parfois même vos parents, parfois même l'église. Isten más lát bennetek, mint amit ti magatokban láttok, vagy esetleg a szüleitek, vagy maga, akár maga a gyülekezet is lát. Dieu voit plus loin que vous. Isten messzebbre lát, mint ti. Dieu voit en vous quelque chose de précieux. És Isten lát bennetek valami értéket. Dieu voit en vous quelque chose qu'il veut mettre en évidence. És lát bennetek valami olyasmit, amit szeretne előhozni. Dieu voit en vous une personne qu'il veut bénir. Egy olyan embernek lát titeket, akiket meg akar áldani. Je racontais cette histoire récemment à l'église. Ezt a történetet nemrégiben meséltem a gyülekezetben. Il semblerait que ce grand artiste qui était Michel-Ange était face à côté d'un bloc de marbre. Van egy történet Michelangelo-ról szól, és egyszer egy ilyen nagy márvány tömb volt ott szembe vele. Un petit garçon est venu et lui dit tu vas faire quoi avec ce grand caillou? És odajött hozzá egy kisgyerek, és megkérdezte Michelangelo-tól, hogy mit fog csinálni ezzel a nagy kavicssal. Et Michel-Ange va lui dire je vais sortir l'ange qui est enfermé dans le caillou. Michelangelo meg azt válaszolta neki, hogy kiszabadítom azt az angyalt, amelyik benne van ebben a kőben. Michel-Ange voyait autre chose dans ce bloc de marbre que simplement un caillou. Michelangelo más látott abban a márvány tömbben, mint egy követ. L'enfant voyait un caillou. A gyerek az csak egy követ látott. Un grand caillou, mais un caillou quand même. Egy nagy követ, egy nagy kavicsot. Mais Michel-Ange voyait à l'intérieur déjà ce qu'il allait en tirer. Michelangelo meg látta azt, hogy mit fog ebből kihozni. Et il a commencé à sculpter le bloc de marbre. És akkor elkezdte ezt a márványtömböt faragni. Et il a commencé à tailler. Kezdte úgy kialakítani a formáját.
Et soudain, eh bien, a commencé à apparaître une forme. És aztán lassan kezdett valami forma kijönni ebből. Et plus il avançait, plus la forme se précisait. És minél inkább előre haladt, annál világosabb lett, hogy mi lesz majd. Et en finalité, eh bien, va sortir l'une de ses plus belles sculptures. C'était celle de David. És aztán végül az egyik legszebb szobra jött ebből ki, ugye a Dávid szobor. Michel-Ange va sortir de ce bloc de marbre. Une sculpture qui sera admirée, qui est encore admirée aujourd'hui. Michelangelo-nak sikerült abban a márvány többből egy olyan szép szobrot kifaragni, amit a mai napig bámulnak, csodálnak. Jeunes gens aux yeux des autres. Fiatalok mások szemében. Vous n'avez peut-être pas la valeur que vous estimez qu'on devrait vous donner. Lehet, hogy nem vagytok olyan értékesek, mint amiről úgy gondoljátok, hogy titeket azért értékelni kell. J'aimerais vous dire que Dieu voit en vous autre chose. Én viszont szeretném elmondani nektek, hogy Isten más lát bennetek. Il va tirer de votre vie le meilleur si vous la lui confiez. És a legjobbat fogja kihozni az életetekből, hogyha rábízzátok. Il va faire de vous un jeune homme, une jeune femme avec une destinée. És egy olyan fiatal férfivá, fiatal nővé formál benneteket, akinek van jövője. Et vous allez devenir un homme, une femme utile. És hasznos fiatal ember vagy fiatal nő válik belőletek. Votre vie aura du sens. És lesz értelme az életeteknek. Et quand vous retournerez à la fin de votre vie. És amikor majd az életetek vége felé visszanéztek. Vous pouvez dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Akkor elmondhatjátok majd Pál apostollal együtt, hogy a nemes harcot megharcoltam. Je me suis pas trompé d'orientation. És nem tévesztettem el az irányt. Nous ne naissons pas tous égaux. Nem mindannyian születünk egyenlőnek, egyformának. Nous ne venons pas tous sur la terre avec eh bien la même égalité. Ugye nem mindannyian indul el az élete ugyanazzal a lehetőséggel. Suivant l'endroit, rien que l'endroit géographique sur la terre où vous ne naissez pas égaux aux autres. Már önmagában az, hogy hol születsz földrajzilag, már ez is különböző esélyeket ad. Si tu viens au monde en Éthiopie, j'étais en Éthiopie. Hogyha például Etiópiában születsz, meg én voltam ott. Tu n'as pas le même avenir et la même espérance et les mêmes perspectives que si tu viens au monde aux États-Unis. Nem ugyanolyan perspektíva vagy jövőkép áll előtted, mint hogyha mondjuk az Egyesült Államokban születnél meg. Si tu viens au monde au Soudan ou dans certains pays d'Afrique, tu n'as pas la même vision de la vie. Hogyha Szudánban vagy egy másik afrikai országban születsz, akkor sem ugyanaz lesz az életről a látásod. Si actuellement tu venais au monde en Syrie ou en Irak, vagy hogyha Szíriában vagy esetleg Irakban születsz, tu aurais peut-être une destinée totalement différente. Lehet, hogy akkor egy egészen más életed lenne előtted. Je vais vous dire tous ces migrants que vous voyez sur les routes. Tudjátok, most rengeteg bevándorló van, lehet látni őket az utakon. Ne sont jamais venus au monde en disant mon rêve c'est un jour d'errer sur les routes d'Europe à chercher un endroit où je peux me poser. És amikor ők megszülettek, akkor nem azzal születtek meg, hogy szeretnék majd egy nap az úton vándorolni, mint egy ilyen bevándorló Európa felé, és valahol helyet találni. Rien que de naître dans un pays où tu es tranquille parce que la guerre n'est pas. Önmagában az, hogy egy olyan országban születtél, ahol nyugodt lehetsz, mert nincs háború. C'est un privilège que tu peux pas mesurer. Ez egy olyan kiváltság, amit nem is tudsz teljesen felfogni. Pendant que je vous parle, il y a des millions de jeunes sur la planète qui n'ont pas le même regard sur l'avenir que vous. Most is, amikor beszélek, több millió fiatal van ezen a földön, akik előtt nem ugyanaz a jövő áll, mint előttetek. Suivant la famille dans laquelle tu nais, tu n'as pas la même espérance non plus. És ráadásul attól függően, hogy melyik családba születsz, ettől is függ, hogy milyen reménység van előtted. Moi j'ai eu la grâce de naître dans une bonne famille. Én azban a kegyelemben részesültem, hogy jó családba születtem. Avec un père qui m'a aimé. Olyan édesapával, aki une szeretett qui engem. M'a aimé. És az édesanyám is szeretett. Qui s'est occupé de moi. És törődtek velem. Je suis pas né dans les conditions de Thibaut. Én nem olyan háttérből jövök, mint a Thibaut. J'ai marié une jeune femme. És egy fiatal hölgyet vettem feleségül. À l'époque, elle était jeune. Akkoriban, mikor elvettem, fiatal volt. Maintenant, elle l'est moins. Most már picit kevésbé fiatal. Mais elle est encore jolie. De még mindig csinos. Et elle n'a pas eu le privilège que j'ai eu. És ő sem olyan családi háttérből jön, mint én. Elle est née dans une famille où les parents ont divorcé quand elle avait 5 ans. Hanem az ő szülei elváltak, amikor 5 éves volt. Et elle s'est retrouvée avec son frère pendant 7 ans en orphelinat alors qu'elle avait les parents. És még megvoltak a szülei, de a testvérével együtt 7 éven keresztül, már megint nem tudom a szót. Árvaházban volt, így van. Et quand tu es à l'orphelinat alors que tu as des parents,
Az borzasztó dolog, hogy megvannak a szüleid, és mégis árvaházba adnak. À quelque part au fond toi tu te dis mais si ceux qui m'ont mis au monde m'abandonnent alors que feront les autres durant ma vie. És akkor lehet, hogy az a kérdés merül fel benned, hogy ha azok, akiktől az életet kaptam, elhagynak, akkor mit tesznek majd velem a többiek? Non, nous ne sommes pas tous égaux. Nem születünk mindannyian egyenlőnek. Mais je crois une chose. De egy dologban hiszek. C'est que même si nous ne naissons pas égaux, hogy annak ellenére, hogy nem születünk mindannyian egyenlőnek, même si nous n'avons pas les mêmes chances de départ. Még hogyha nem is ugyanazt az esélyt kapjuk meg az induláskor. Même si parfois nous avons le sentiment d'être comme le satellite qui n'est pas sur la bonne orbite, qui tourne en rond mais qui sert à rien. Még ha néha úgy is érezzük, hogy olyanok vagyunk, mint egy olyan műhold, amelyik nem állt rá a jó pályára, és valahogy ugye semmiben forog. Dieu est capable de redresser toutes les trajectoires. Isten azonban képes arra, hogy az embernek az élet pályáját a helyére állítsa. Ta trajectoire de départ peut être faussée. Lehet, hogy az életed egy rossz pályán indult el. Pour mille et une raisons. Akármilyen sok oka lehet ennek. Mais lui est capable de la redresser. Ő azonban képes helyes pályára állítani. Je voudrais vous parler ce soir de quelqu'un que vous connaissez bien. Egy olyan valakiről szeretnék nektek beszélni ma este, akit legtöbben jól ismertek. Il s'agit de David. Dávidról van szó. Qui n'a jamais entendu parler de David? Emelje fel a kezét, aki még soha nem hallott Dávidról. Le pasteur n'a jamais entendu parler de David. Viens là, viens. Je vais t'expliquer. Még soha nem hallott róla. Gyere ide, majd elmondom. C'est terrible. Hát ez szörnyű. En général, vous avez entendu parler de David, le roi. Legtöbben hallottatok már Dávid királyról. Ou alors, vous avez entendu parler de David, le héros qui a bat Goliath. És nyilván Dávidról olyan értelemben is hallottatok, hogy ő az a hős, aki legyőzte Góliátot. Mais peut-être que vous avez moins entendu parler du David que je vais vous présenter ce soir. De lehet, hogy arról a Dávidról kevésbé hallottatok majd, akiről ma este fogok nektek beszélni. Peut-être que vous n'avez jamais entendu la manière finalement dont David a commencé la vie. Lehet, hogy olyan módon még nem beszéltek nektek Dávidról, ahogyan ő egyébként elkezdte az életét. Nous souvent considère David à son apogée. Sokszor mi Dávidra úgy nézünk, hogy életének a legjobb időszakában figyeljük. Mais je vais vous dire que la trajectoire de David dès le départ n'était pas bonne. De azért elmondom, hogy Dávidnak az élete sem indult el ennyire jól. Je vais vous dire que sa manière de commencer la vie n'a pas été la meilleure. És elmondom, hogy ahogy amikor indult az élete, az nem a legjobb volt. Je vais vous dire qu'il y a eu des souffrances dans sa vie. És szeretnék arról is beszélni, hogy ő is szenvedett dolgoktól életében. Et des souffrances qui pouvaient être traitées comme injustes puisqu'il n'était pas le responsable. És mondhatjuk, hogy ezek a szenvedések igazságtalanok voltak, hiszen ő nem tehetett róluk. Combien de jeunes gens ou combien d'hommes et de femmes souffrent et ont le sentiment de souffrir à cause de la faute d'autres personnes. Sok olyan fiatal ember van, fiúk és lányok, akik más hibája miatt szenvednek. On n'a pas toujours choisi de naître à tel endroit. Hiszen nem mi választottuk azt, hogy egyik vagy másik családba vagy helyre szülessünk. On n'a pas toujours choisi telle ou telle origine. Nem mi választottuk azt, hogy honnan származunk. Et pourtant rien que l'origine déjà. De ha belegondolsz, már maga ez a származás is peut vous emmener à avoir une vie difficile. Már emiatt is önmagában lehet nehéz az életed. J'ai un très cher ami. Nekem van egy nagyon kedves barátom. Il est africain. Aki afrikai. Il me disait la chose suivante. És ő egyszer ezt mondta nekem. À cause de ma couleur. A bőrszínem miatt. Quand je cherche du travail. Amikor munkát keresek. Je suis obligé de faire deux fois plus d'efforts que les autres. Nekem kétszer annyi erőfeszítésbe kerül ez, mint másnak. Parce que rien que ma couleur aux yeux des autres me disqualifie. Mert önmagában a bőrszínem leminősít másoknak a szemében. Comme si la couleur déterminait le potentiel du cerveau. Pedig hát a bőrszínnek nincs semmi köze az agykapacitáshoz. Rien que la couleur. Csak a bőrszíne miatt. T'as pas choisi de noir, de naître noir ou blanc. Hiszen, de hát ez nem a te döntésed volt, hogy fehérnek vagy feketének születsz. T'as pas choisi de naître en Hongrie ou en Syrie. Nem te döntötted el, hogy Magyarországon vagy Szíriában születsz meg. T'as pas choisi de naître dans une bonne famille ou une famille dysfonctionnelle comme celle de Thibault. Nem te döntötted el, hogy jó családba születsz, vagy esetleg egy ilyen rosszul működő családba, amilyen a Thibault-é is volt. Et il y a des conséquences que tu peux vivre comme une forme d'injustice. És ennek vannak olyan következményei, amit úgy élhetsz meg, hogy ez egy igazságtalanság. Et il y a des souffrances que cela engendre dans ta vie alors que tu n'es pas responsable. És vannak olyan szenvedések az életedben, amikért nem vagy felelős.
C'était le cas de David. És Dáviddal is ugyanez volt a helyzet. David va souffrir. Dávid szenvedett. Il va souffrir dans sa jeunesse. Már fiatal korában szenvedett. Nous allons le considérer avant qu'il soit le héros d'Israël. Most úgy fogjuk megnézni Dávidot, hogy mielőtt még Izrael hőse lett volna. Thibaut parlait malheureusement de la vie que sa maman avait à l'époque. És Thibaut beszélt arról, hogy sajnos milyen életet élt az édesanyja annak idején. Il explique que s'il est là, c'est presque une grâce de Dieu. És azt mondta el a Thibaut, hogy tulajdonképpen az, hogy ő most itt lehet, az szinte Isten kegyelme. Ceux qui l'ont précédé ont été avortés. Mert azok a testvérei, akik előtte születtek volna meg, azok ugye abortusz miatt meghaltak. On n'aura pas donné l'occasion de naître ou de vivre. Nekik még az esése adatott meg, hogy megszülessenek és éljenek. David va dire des choses dans les psaumes. David a Zsoltárokban mond néhány dolgot. Que nous devrions souvent examiner et considérer plus profondément. És érdemes lenne ezeket időnként jobban megnézni és tanulmányozni. Très souvent on a le sentiment que David dit des choses parce que c'est un poète. Néha úgy érezzük, hogy hát Dávid azért mondja ezeket a Zsoltárokban, mert ő ilyen költő. J'aimerais vous dire que beaucoup de choses que David dit alors qu'il est jeune sont le résultat de la souffrance qu'il exprime. Pedig Dávid sok mindent azért mond a Zsoltárokban, mert olyan szenvedéseken ment keresztül. David dit par exemple au psaume 51. Például az 51-es Zsoltárban azt mondja Dávid. Voici je suis né dans l'iniquité. Én bűnben születtem. Le terme iniquité est un vieux terme français. Ez egy régi szó, hogy vétekben fogantam, szó szerint így mondja. Qui est rendu par le terme hébreu avon. Avon, héberben ez a szó, ez a vétek. Qui signifie quelque chose qui est dévié, quelque chose qui est courbe, quelque chose qui est tordu. Ami azt jelenti, hogy valami, ami kifacsarodott, elkanyarodott az egyenestől. Quand David parle de sa conception, il explique qu'il a été conçu, mais ce qui s'est passé à ce moment-là était tordu. És már azt mondja Dávid, hogy amikor ő megszületett, már akkor valami elromlott, valami elkanyarodott. Probablement que David n'est pas autant le fils de son père qu'on le pense. Lehet, hogy Dávid nem is annyira az édesapjának a gyermeke, mint ahogy gondoljuk. Probablement que dans la vie de la mère de David, il s'est passé un événement. Lehet, hogy Dávid édesanyjának az életében történt valamilyen esemény. Qui amène David à dire, mais quand j'étais conçu, c'était tordu. Et ensuite il continue et dit, et ma mère m'a conçu dans le péché. És talán emiatt mondja azt, hogy én vétekben fogantam, és bűnben melengetett engem az édesanyám. Et ma mère m'a conçu dans le péché. És már úgy fogantam meg az édesanyámban a bűnben. Alors certains théologiens vont essayer de vous expliquer pour arrondir les ongles, les angles, que finalement c'est le péché originel. Vannak teológusok, akik azt mondják, hogy ezt úgy kell érteni, hogy ez az eredendő bűn. Mais moi je crois pas. Én ezt nem hiszem. Je crois vraiment que ce que David dit, c'est la réalité. Én azt gondolom, hogy ezt azért írja, mert ez rá volt igaz. Il a été conçu dans le péché et va subir des conséquences. És bűnben fogant, és ennek a következményei is ott voltak az életében. Moi quand tu écris un truc pareil, c'est parce que tu l'as vécu. Azért ír le az ember ilyen dolgot, mert azt ő átélte. Personne qui n'est né normalement dans un couple avec un papa, une maman qui l'aime, qui était mariée, qui a fait ça dans les règles de l'art et en respectant Dieu ne va écrire un truc pareil. Hogyha valaki megszületett egy szép családban, volt apukája, anyukája, akik szerették egymást, tisztelték egymást és normál módon jött a világra, az nem biztos, valószínűleg nem írna le ilyet. Bravo. Gratulált nekem, de csak a felét fordítottam le. Je n'ai traduit que la moitié. Ah, c'est ça. Mon père et ma mère. Édesapám és édesanyám. S'aimaient tous les deux. Ők szerették egymást. Et ils se sont mariés devant Dieu. És Isten előtt házasodtak össze. Et je fais partie de ceux qui ont été conçus, mais pour moi pas dans l'iniquité. És én nem vétekben fogantam ilyen értelemben. Mon père et ma mère m'ont pas conçu dans le péché. A édesapám és édesanyám engem nem a bűnben nemzett. J'étais conçu après que ma mère était guérie miraculeusement. Én akkor azután fogantam meg, miután édesanyám csodálatos módon meggyógyult. Et j'ai jamais eu l'idée d'aller dire à ma mère tu m'as conçu dans le péché. És sose jutott eszembe, hogy azt mondjam az édesanyámnak, hogy hát engem bűnben fogantál. Si j'allais lui dire ça. Hogyha ezt mondanám neki. Elle me ferait un massage facial. Lehet, hogy egy pár pofont lekeverne. Pourquoi? Miért? Parce qu'elle m'a conçu dans le respect de Dieu. Azért, mert ő Istent tisztelve
tehát így fogantam meg a méhében. David lui dit non, c'était tordu. David meg azt mondja, hogy nem, már a legelején valami elhajlott. Le départ de la vie de David va être influencé par une faute. És Dávid életének már a legelejét is egy hiba árnyékolta be. Et ça va vous aider à comprendre plusieurs événements incompréhensibles par la suite. Si vous n'avez pas compris ça, vous comprenez pas le reste. És hogyha ezt látod, akkor talán sok minden megértesz, amit egyébként nem értené meg Dávid életéből. David est comme disqualifié par son père et ses frères. Tulajdonképpen Dávid úgy született meg, mint aki tehát az édes, a szülei, meg a testvérei által valahogy úgy félre volt söpörve. Réfléchissez bien. Gondolkodjatok csak ezen. Saül le roi est rejeté après avoir péché. Sault elvetette Isten, miután vétkezett. Et là Dieu dit à Isaïe, Dieu dit à Samuel, qu'il doit aller chez Isaïe parce qu'il veut choisir l'un de ses fils comme futur roi. És akkor utána Isten azt mondja Izsaiásnak, hogy menjen Isaï fiai közül, kenje fel az egyik fiát királynak. Vous savez ce que ça voulait dire lorsque le prophète, lorsqu'un sacrificateur comme Samuel venait dans une maison à cette époque-là? Tudjátok, hogy mit jelentett akkoriban, hogyha egy proféta, egy pap, ugye Samuel az volt, belépett valakihez? C'était un événement dans le village. Az egész falu életében egy nagy esemény volt. C'est l'une des autorités les plus en vue du pays qui vient chez vous à la maison. Mert akkor ezzel az egyik legismertebb tekintély személy jött be hozzád. C'est le sacrificateur. Ő volt a pap. C'est le prophète de l'Éternel que tout le monde connaît. Ő volt az örökkévalónak az a prófétája, akit mindenki ismert. Et maintenant, le prophète vient et dit, le sacrificateur, pardon, vient et dit, nous allons offrir un sacrifice. És akkor odajött a pap, és azt mondja, hogy na, akkor áldozatot fogunk bemutatni. Et vous pouvez relire cela dans 1 Samuel, je vais pas lire les textes en français. Samuel első könyvében van ez benne, nem fogom most elolvasni az egészet. 1 Samuel 16, vous pouvez relire toute l'histoire. 1 Samuel 16-ban van benne ez az egész történet. Et là, Samuel arrive et dit au père de David, réunis tous tes fils. És azt mondja Samuel, amikor belépett a családba, azt mondja a családapának, hogy hozd ide az összes fiadat. Parce que nous allons offrir un sacrifice. Mert most áldozatot fogunk bemutatni. Lorsque le prophète dit cela, amikor a proféta ezt mondja, c'est sûrement l'ordre le plus important qu'Isaïe n'ait jamais eu dans sa vie. Ez volt az a legfontosabb parancs, amit valaha Isaï kapott az életében. Et lui dit, rassemble tous tes fils. És azt mondja neki, most gyűjtsd ide az összes fiadat. Une fois qu'il les a rassemblés, akkor összegyűjtötte a fiait, avant d'offrir le sacrifice, és mielőtt még bemutatták volna az áldozatot, il prend le premier. Megnézte az elsőt. Eliab. Eliabnak hívták. Il est grand. Nagy volt, magas. Comme toi. Mint én. Il est beau. És szép volt. Comme toi. Mint én. Et Samuel dit. És Samuel azt mondja. Sûrement que c'est lui. Hát biztos, hogy ő az. Et Dieu lui dit, tu regardes à l'apparence, moi je regarde au cœur, c'est pas lui. Isten azt mondja, te a külsőt nézed, én a szívet nézem, nem ő az. Alors il fait venir le second. Akkor azt mondja, hozd a másodikat. C'est pas lui. Ő se az. Troisième. Harmadik. Niet. Nem. Quatrième. Negyedik. Nada. Semmi. Cinquième. Ötödik. Nein. Sem, az sem. Sixième. Hatodik. No. Nem. Septième. Hetedik. Le septième, le dernier. Hát a hetedik az utolsó. Là, Samuel est sûr. Il n'y en a plus qu'un, c'est lui. Samuel azt mondja, hát már csak ő maradt, hát akkor ő kell, hogy legyen az. Dieu lui dit non. Azt mondja Isten, nem ő az. C'est pas lui. Nem ő az. Alors, mettez-vous à la place du prophète. Képzeld el a prófétát, képzeld magad a helyébe. Hey. Hogy? Est-ce qu'il y a deux familles? Van két család, mind a kettőben Isaïnak hívják a családfőt. Peut-être c'est le GPS qui m'a emmené au mauvais endroit. Lehet, hogy a GPS-en valami rossz házba vezetett el. Dieu, tu m'as dit, je dois aller chez cet homme, et parmi ses fils, tu vas choisir celui que tu veux comme roi. Isten, te azt mondtad nekem, hogy menjek el ebbe a családba, és itt a fiúk közül meg fogod mutatni azt, akit királynak jelöltél ki. Maintenant je les ai tous vus. Hát látod, már elvonult előttem az összes. Et tu me dis non. És mindegyikre azt mondod, hogy nem. Samuel n'a jamais pu imaginer.
Sámuel soha nem tudta volna még elképzelni sem, que le père de David, hogy Dávid apja, ne convoque pas tous ses fils. Nem fogja odahívni az összes fiát. Bizarrement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas convoqué celui-là? Furcsa módon, szerintetek miért nem hívta oda azt az egyet, akit nem hívott? Pourquoi tous les autres, pas celui-là? De hogy lehet az, hogy mindenkit odahívott, csak azt az egyet nem? Moi, si demain on vient me dire, hogyha nekem holnap azt mondanák, Monsieur Peter Schmidt. Peter Schmidt úr. Peter Schmidt un? Peter Schmidt úr. Ah, úrre. Úr. Monsieur Peter Schmidt. Peter Schmidt úr. Dans votre famille, az ön családjában va être choisi le futur président de la République parmi vos fils. Az ön családjából kerül majd kiválasztásra a következő köztársasági elnök Franciaországban. Surtout que la France en a besoin en ce moment. És egyébként szükség is van egy új köztársasági elnökre Franciaországban. Bien. Úgyhogy jó van. Est-ce que vous croyez? Gondoljátok? J'en ai quatre. Nekem négy fiam van. Vous croyez que j'en oublierai un seul? Gondoljátok, hogy egyet is kifelejtenék közülük? Vous croyez que je dirais un seul, t'as pas besoin de venir? Gondoljátok, hogy egyiknek azt mondanám, hogy te oda se gyere? C'est pas important. Nem fontos. Mais non. Hát szó sincs róla. Tous les quatre, je les voudrais là. Mind a négyet gyorsan odahívnám. Touché. Douché, lavé, parfumé, rasé. Szépen megborotválva, és letusolnak előtte, szépen tisztálkodnak. Tous les quatre. Mind a négy. Mais là, bizarrement, non, il oublie le huitième. De itt furcsa módon a nyolcadikról valahogy megfeledkezett. Il oublie David. Elfelejtette Dávidot. Mais peut-on oublier un de ses enfants? De te lehetséges, hogy az ember elfelejtkezik az egyik gyerekéről. Surtout le dernier. Főleg a legkisebbről. Qui est le dernier de sa famille ici? Tegye fel a kezét, aki a legkisebb a családjában otthon. En général, vous êtes les chouchous. Általában a legkisebb, a kis aranyos, dédelgetett gyerek. Tu t'appelles comment? Téged hogy hívnak? David! David, tessék! Ráhibázott! David! David! Le dernier de la famille! A legkisebb fiú a családban. D'habitude, la maman s'occupe du dernier. Általában az édesanyja különlegesen foglalkozik a legkisebbel. Comme si c'était le roi. Mintha ő lenne a király. David, qu'est-ce que tu veux manger? David, hát mit kérsz enni? David, tu veux des nouveaux habits? David, vegyek új ruhát. David, tu veux inviter tes amis pour ton anniversaire? David, meg akarod hívni a barátaidat a születésnapodra? David, qu'est-ce que je peux faire pour toi? David, hát mit tehetnék érted? Le dernier, c'est le chouchou. A legkisebb a kedvenc. Moi, mon dernier, il s'appelle Michael. Az én legkisebb fiamat Mikaelnek hívják. Mamma mia. Mamma mia. Quand il rentre à la maison. Amikor hazajön. Ma femme. A feleségem. Michael. Mikael. Donne-moi tout de suite le linge, je vais le laver, je vais te le repasser. Add ide a koszos ruhát, már is mosom ki, vasalok neked. Michael, qu'est-ce que tu veux qu'on mange à midi? Mit szeretnél, mit tegyünk ebédre, Mikael? Et moi, je suis à côté là, comme si j'étais une plante verte. Én meg ott állok mellette, olyan vagyok, mint egy dísznövény, észre se vesznek. Yeah. Ez így van. Et moi? És én velem mi lesz? Et moi, tu demandes pas ce que je veux manger à midi? Tőlem nem kérdezed meg, hogy mit szeretnék ebédre? Michael devant, Michael derrière, Michael au-dessus. Michael van elől, mögöttem, meg fölöttem is. Ajaj. Le dernier, t'oublie jamais. A legkisebbről soha nem feledkeznek meg. Regardez Jacob, il a pas oublié son dernier. Jákob se feledkezett meg a legkisebb fiáról. Le chouchou. Ő volt a kedvenc. Celui qui est le Joseph avec le beau manteau. Józsefnek ugye ott volt a szép színes kabátja. Mais lui, le père de David. De itt, Dávid esetében, il l'a pas oublié. Egyébként nem felejtette el. Il l'a pas voulu. Hanem nem akarta. Il voulait pas qu'il soit là. Nem akarta, hogy ott legyen. Il l'a jamais oublié. Il voulait pas qu'il soit présent. Nem azért, mert elfeledkezett róla, hanem nem akarta, hogy ő is ott legyen. Et regardez maintenant ses frères. Nézzétek meg most ezeket a testvéreket. Les frères de David. Dávid testvéreit. Au moment du sacrifice. Az áldozat bemutatás idején. Merci. Majd megkapod a jutalmadat a mennyben. Au
Au moment du sacrifice. Tehát az áldozat bemutatása idején. Vous n'avez aucun de ses frères. Egyetlen testvére sem. Qui dit, papa. Mondta azt, hogy papa. Le prophète, le sacrificateur a dit tous les fils. Hát azt mondta a proféta, azt mondta a pap, hogy minden fiadat hívd ide. On peut pas offrir le sacrifice sans que David soit là. Nem mutathatjuk be az áldozatot, amíg Dávid is itt nincs. David fait partie de tes fils. Hiszen Dávid is a fiaid közül való. Ils sont comme les frères de Joseph. Úgy voltak, mint József testvérei. On le veut pas. Ezt nem akarjuk. On le jette dans le puits. On le jette dans le puits. Őt eldobjuk, eltaszítjuk. On veut pas de lui. Őt nem akarjuk. Les frères de David n'ont jamais voulu le voir. Dávidot a testvérei sem akarták látni. Jamais. Soha. Ils voulaient l'éloigner. Azt akarták, hogy távol maradjon. Pourquoi? Miért? Parce que peut-être qu'il n'était qu'un demi-frère. Lehet, hogy azért, mert csak fél testvérük volt. Lui qui est né dans le péché, lui qui est né dans l'iniquité, était peut-être la honte de la famille. Mert ugye írja ő is, már azt írja, hogy vétekben, meg bűnben fogantatott. Lehet, hogy ő volt a család szégyene. Il est celui qu'on veut pas. Ő volt az, akit senki nem akart. Il est celui qu'on éloigne. Ő volt az, akit mindig eltávolítottak. Et peut-être ce soir tu es comme lui. Lehet, hogy ma este úgy vagy itt, hogy hasonló vagy hozzá. Avec ce même sentiment. Lehet, hogy hasonlóan érzed magad. Pour différentes raisons. Ennek különböző okai lehetnek. Mais tu te sens peut-être exclu. Lehet, hogy úgy érzed, hogy téged kizártak. Ma femme se sentait rejetée. Az én feleségem is úgy érezte, hogy őt elvetik. Et vous savez, elle me dit parfois, quand on avait faim, on allait voler pour manger. Azt mondja, gyerekkoromban, amikor éhesek voltunk, el kellett mennünk lopni, hogy együnk. Elle n'avait pas la même vie que moi. Ő neki nem ugyanaz az élet jutott, mint nekem. Elle n'avait pas les mêmes perspectives. És előtte nem ugyanaz a perspektíva David volt. David n'avait pas les mêmes perspectives. Dávidnak se volt ugyanaz a perspektívája. D'ailleurs, souvenez-vous. Hogy emlékezzetek erre vissza. Lorsque ses frères sont à la, lorsque les frères sont à la bataille pour vaincre Goliath. A testvérei mind ott voltak a csatában, hogy legyőzzék Góliátot. Quand ils sont dans la vallée de Refidim. Oda mentek a Refidim völgyébe. Quand l'armée des Philistins est d'un côté et l'armée d'Israël de l'autre. Ott volt a filiszteusok hadserege az egyik oldalon, Izrael hadserege a másik oldalon. Le père de David dit, va apporter à tes frères du grain, du blé, du fromage. Azt mondja az apja Dávidnak, menj el, vigyél egy kis búzát, meg egy kis sajtot a testvéreidnek. Et David va et rend service. És Dávid mit tesz? Elmegy és szolgál. Vous savez quel est le résultat? Tudjátok, mi lett ennek az eredménye? Le résultat, c'est que son frère lui dit. Ennek az lett az eredménye, hogy a testvére azt mondja neki. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mit keresel? Minek jöttél ide? Pourquoi es-tu descendu? Minek jöttél el idáig? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? És kire bíztad azt a pár jót a pusztában? Je connais ton orgueil et ta malice. Ismerem azt, hogy milyen gőgös ember vagy, és milyen rosszban töröd a fejedet. Est-ce que c'est une manière d'accueillir celui qui te rend service? És milyen dolog az, hogy valaki szolgálatot tesz neked, és te meg így fogadod? Est-ce que cette attitude n'est pas en train de montrer le rejet? Vajon ez önmagában nem mutatja azt, hogy Dávid mennyire elvetett volt? Qu'est-ce que tu viens faire là? Minek vagy? Minek jöttél ide? On n'a rien à faire de toi. Semmi közünk nincs hozzád. C'est juste ta curiosité. Csak azért jöttél, hogy kíváncsiskodjál. Tout cela. Mindez. À cause d'un départ raté. Az csak azért, mert rosszul indult az élete. Et c'est pour cela que David va écrire. Talán ezért írja Dávid. Et souvent dans les psaumes on lit de belles choses, mais on les comprend pas. A zsoltárokban sokszor szép dolgokat is olvasunk, de nem értjük igazán. Beaucoup ont pensé qu'il les a écrits parce qu'il est poète, mais non. Écoutez, il dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Nem tudom, értettétek-e, hogy miért írta le azt Dávid, hogy ha apám, anyám elhagynának is az örökkévaló magához fogad engem. Pourquoi il a écrit ça? Miért írta olyan ezt? Parce qu'il l'a vécu. Azért, mert ő ezt megélte. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Még ha apám, anyám elhagynának is. J'ai jamais eu idée moi d'écrire car mon père et ma mère m'abandonnent. Én nekem soha nem jut eszembe, hogy ilyet leírjak, hogy még hogyha apám, anyám elhagynának is. Jamais. Soha. J'ai jamais eu l'idée de l'écrire. Nekem soha nem jutott eszembe, hogy ilyesmit leírjak. Tout simplement parce que mon père et ma mère se sont occupés de moi. Egyszerűen azért, mert édesapám és édesanyám velem törődtek. Mais lui, il l'écrit. Ő viszont leírta. Quand je parle parfois avec ma femme et qu'elle lit ça, elle dit mais ça c'est le genre de phrase que moi j'aurais écrit aussi. Néha beszélgetek a feleségemmel ilyesmiről is, akkor azt mondja, na ilyesmit én is le tudnék írni. Mon père et ma mère m'abandonnent.
ha édesapám és édesanyám elhagynak. Il y a pas longtemps de ça, elle avait anniversaire. Nem régen volt egy születésnap. Et un anniversaire important puisqu'elle avait 50 ans. C'est ta femme? Oui, c'est ma femme, oui. A feleségemnek nemrég volt az 50. Születésnapja. J'ai appelé sa mère. És felhívtam az édesanyját. J'ai dit à sa mère, hey! És mondtam az édesanyjának, hogy je voudrais t'inviter parce que aujourd'hui c'est un grand jour. Szeretnélek meghívni, hát ez egy nagy nap. Et sa mère me dit, ah bon? És azt mondja az édesanyja, tényleg? Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Miért? Mitől olyan különleges ez a nap? Je lui dis, mais il y a 50 ans, tu accouchais de ta fille. Hát azért, mert 50 évvel ezelőtt szülted meg a lányodat. Elle se souvenait même pas. Mais csak nem is emlékezett rá. Qu'elle avait mis ma femme au monde il y a 50 ans. Nem is emlékezett már arra, hogy 50 évvel ezelőtt szülte meg a feleségemet. Alors quand tu as ce genre, és amikor ezt, père et de mère, amikor ezt látod, amikor ilyen apád, anyád van, tu écris facilement car mon père et ma mère m'abandonnent. Akkor érthető, hogy miért írsz le olyasmit, hogy még ha apám és anyám elhagynának is. Mais l'éternel me recueillera. De az örökkévaló magához fogad engem. Et ça, c'est le secret de David. És ez Dávid titka. Pourquoi David disait-il, l'éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé? Miért írta azt Dávid, hogy az örökkévaló meggyógyítja a megtört szívűeket? Vous croyez que c'est juste parce que c'était un poète? Csak azért, mert költő volt. Non, il l'écrit parce qu'il avait eu le cœur brisé. Azért írta le, mert neki is megtört szíve volt. Pourquoi dit-il au psaume 141, tire-moi de ma prison? És miért írja azt a 141. Zsoltárban, hogy hozd ki az én börtönömből? Parce que son âme était en prison. Azért, mert a lelke börtönben volt. Pourquoi au psaume 147.3 il dit? És miért mondja a Zsoltár 147.3-ban? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense toutes leurs blessures. És azt írja, hogy Isten meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi a sebeiket. David écrit ça. Ez Dávid írta. Parce que sa jeunesse a été marquée par ça. Azért, mert a fiatal korában ő ezeket megélte. Sa jeunesse a été marquée par ça. Ezt megélte fiatalon. Maintenant ce David. És most ez a Dávid. Va découvrir une chose extraordinaire. Felfedez valami rendkívüli dolgot. C'est que si mon père et ma mère m'abandonnent, il y a quelqu'un qui me recueillera. Azt, hogy még ha apám, anyám elhagynának is, akkor is van valaki, aki magához fogad. N'oubliez jamais que David est né en Israël. Soha ne felejtsétek el, hogy Dávid Izraelben született. David avait entendu parler du Dieu d'Israël. És hallott Izrael istenéről. Il n'avait pas de repère familial. De igazából családilag nem igazán volt a helyén. Mais il y a une chose qu'il connaissait, c'est qu'il y avait un Dieu. Egy dolgot viszont tudott, hogy van Isten. Et David va commencer à décider de lui faire confiance. És Dávid úgy döntött, hogy bízni fog ebben az Istenben. On m'abandonne, mais pas toi. Azt mondja, engem elhagynak az emberek, de te nem hagysz el. Il a commencé à le découvrir. És kezdte ezt felfedezni. Et derrière ses brebis, il a commencé à le prier. És ott volt a bárányok mögött, és kezdett imádkozni Istenhez. Nombre de psaumes sont le résultat de ses méditations derrière les brebis. És sok zsoltárt is úgy írt le, hogy ott telegette a bárányokat, és úgy elmélkedett, és leírta. Derrière les brebis, il a commencé à le chanter avec la harpe. És ott volt a bárányok között, és közben ezeket elkezdte énekelni, és hárfázott hozzá. Il jouera tellement bien que plus tard Saül, tourmenté, l'appellera pour venir le calmer. És annyira jól játszott, hogy aztán később Saul magához hívotta, amikor gyötörte a gonosz szellem, és megnyugodott. Et derrière ses brebis, pourra tout d'un coup dire. És ott volt Dávid a bárányok mögött, és egyszer csak azt mondja. Mon père, ma mère m'abandonne. Apám és anyám elhagynak. Mais l'éternel est mon berger. De az örökkévaló az én pásztorom. Je ne manquerai de rien. És nem szűkölködöm. Il me fait reposer dans de verts pâturages. És azt mondja, hogy zöld legelőkre vezet engem. Il me conduit près des eaux tranquilles. És ő csendes vizekhez terelget engem. Il me fait marcher sur le sentier de la justice à cause de son nom. Igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Tout d'un coup, David pouvait dire. És egyszer csak ki tudta mondani, Dávid. Quelqu'un s'occupe de moi. Van valaki, aki velem is törődik. Dans cette vision que les hommes ont eu de moi, où il y avait rien de bon, on m'a rejeté, même mon père et mes frères m'ont rejeté. Az emberek máshogy néztek rám, még az apám, anyám, testvéreim is elutasítottak engem. Lui, de ő s'occupe de moi. Törődik velem. Au quotidien. Minden nap. Les hommes peuvent me rejeter. Az emberek elutasítottak. La famille peut me rejeter. Lehet, hogy a családom is elutasít. Parfois même l'église peut m'ajouter. Lehet, hogy még az egyház is időnként elutasít. Mais lui, de ő, lui me recueillera. Ő magához fogad engem.
Écoute bien, jeune homme, jeune fille. Fiatal, fiúk, lányok, szeretnék hozzátok szólni. Celui dont David dit, l'Éternel est mon berger. Amikor Dávid azt mondja, hogy az örökkévaló az én pásztorom. Et celui qui s'est fait chair. Ugyanaz a személy, ez az Isten, aki testé lett. Et aujourd'hui. És ma. Il te dit. Azt mondja neked. Non pas je suis l'Éternel qui suis loin de toi. Nem azt mondja, hogy én vagyok az örökkévaló Isten, aki messze vagyok tőled. Mais il dit, je suis venu te rencontrer sur la terre, je suis le bon berger. Azt mondja, nem, én vagyok az, aki eljöttem ide a földre, hogy veled találkozhassak, és én vagyok a jó pásztor. Je suis Jésus, le bon berger. Én vagyok, azt mondja Jézus, a jó pásztor. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Azt mondja, én azért jöttem, hogy az én bárányaimnak élete legyen és bőségben éljenek. Je suis venu afin que là où tu étais rejeté, là où tu as été disqualifié, là où tu ressembles à un bloc de marbre, moi je suis venu libérer l'homme, la femme formidable qu'il y a en toi. Azért jöttem, hogy az ember, aki lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy ilyen márvány tömbbe van benne, és nem látszik, hogy ki az a csodálatos személy. Szeretném azt kiszabadítani, kihozni. Il te dit ce soir. Ma este azt mondja neked. Je suis venu. Azért jöttem. Et je te dis, viens à moi, toi qui as ton cœur brisé, qui est fatigué et qui est chargé. Gyere hozzám, hogyha megvan törve a szíved, hogyha fáradt vagy, hogyha megvan terhelve a szíved. Et tu trouveras du repos pour ton âme. És nyugalmat találsz majd ő benne, a lelkednek. Écoutez-moi bien, j'arrive à ma conclusion. Most szeretném ezzel lezárni. Quand tu confies ta vie à Dieu. Amikor Istenre bízod az életedet. Écoute bien. Figyelj. C'est la chose la plus intelligente que tu peux faire. Ez a legokosabb dolog, amit tehetsz. S'il y a une décision dans ta vie. Hogyha van egy döntés az életedben. Ce sera celle-là la plus intelligente. Akkor ez lesz a legokosabb döntés. Regardez ce qui se passe. Figyeljétek, mi történt. Samuel est maintenant avec Isaïe. Visszatérünk a történethez, ott van Sámuel. Tous les fils sont passés. És Isajnak már minden fiát végignézte. Dieu dit, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. És Isten mondta végig, nem ő az, nem ő az. Et Samuel dépité. Samuel, Sámuel meg úgy össze volt zavarodva. Dis, mais est-ce que ce sont là tous tes fils? És megkérdezte Isajtól, hogy tényleg, itt van minden fiad? Et Isaïe dit, il en reste un. És azt mondja neki, nem, van még egy. Il en reste un. Még van egy. Hey, quand tu t'appelles reste. Hogy még marad egy, úgy mondja franciául szó szerint, tehát ha azt mondod, tehát maradt még egy. Il en reste un. Egy maradék, még van. C'est celui que je voulais pas avoir. Az, akit nem akartam ide hívni. Ah, il l'a pas dit. De ezt így nem mondta ki. Mais c'était comme ça. De így volt. Samuel lui dit, Samuel azt mondja neki, fais-le venir. Hívd ide. Écoutez bien ce que Samuel lui dit. Moi, quand je lis ça, je jubile. És figyeljétek, én annyira olyan örömmel olvasom ezeket, amiket Samuel akkor ott mondott. Il dit, nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Mert nem kezdjük el addig az áldozati lakomát, amíg ide nem jön. Maintenant, tous ceux qui voulaient pas le voir. És most mindazok, akik nem akarták látni Dávidot. Son père et ses frères. Az édesapja, a testvérei. Sont obligés de l'attendre. Most kénytelenek megvárni. Nous ne commencerons pas. Nem kezdjük el addig. Avant qu'il soit là. Amíg ide nem jön, nem kezdjük el. Et puis il continue. És aztán így folytatja. Lorsqu'il le voit. Amikor meglátja. Il a la mine agréable. És olyan kellemes a külseje volt. Dieu lui dit, c'est lui. És Isten azt mondja neki, ő az. C'est lui. Ő az. C'est lui. Ő az. Écoutez bien maintenant. Figyeljetek. J'aime ça. Ez nekem tetszik. Consacre-le comme roi. Kent fel királynak. Samuel prit l'huile. Samuel fogja az olajat. Et le versa sur la tête de David. Ráönti Dávid fejére. Pour le consacrer. És így felkeni. Écoutez bien. Figyeljetek. C'est écrit et c'est précisé. Ez pontosan így van megírva. Pour le consacrer en présence de ses frères. Azt mondja, fölkente ő testvére jelenlétében. Hallelujah! Hallelujah! En présence de ses frères. Az ő testvére jelenlétében. Ceux qui voulaient pas le voir. Pont azoknak a jelenlétében, akik látni sem akarták. Ceux qui voulaient l'éloigner. Azt akarták, ne legyen ott. Doivent assister à son sacre de roi.
és mégis részt kell venniük az ő királya szentelésében. Et c'est le prophète d'Israël, le sacrificateur, le grand sacrificateur qui vient pour loindre. És a izraeli proféta, a nagy főpap vagy pap, aki oda jön, és ő maga keni föl. Jeune Jean, fiatalok. Écoute bien, figyelj. Quand tu donnes ta vie à Dieu, amikor átadod az életedet tu Istennek, deviens l'homme le plus libre et la femme la plus libre au monde. Akkor te leszel a világon a legszabadabb férfi vagy nő. Parce que tu ne dépends plus du bon vouloir des uns et des autres. Mert többé már nem emberek jó szándékától fogsz függni. Tu ne dépends plus de leur vouloir te faire réussir ou te faire échouer. Nem fogsz többé attól függni, hogy emberek azt akarják, hogy sikeres legyél vagy elbukjál. Parce que Dieu fera avec toi ce qu'il a décidé, même si la terre entière était contre. Mert Isten azt fogja elvégezni az életedben, amit ő eldöntött, még hogyha az egész világ ellened van is. T'as plus besoin de t'inquiéter. Most már nem kell aggódnod. Pasteur. Pastor. Tu m'as vu. Láttál. Je veux servir. Látsz engem, ugye? Akkor szolgálhatok. Hello, pastor. Pastor, itt vagyok. Je sais pas si vous avez vu le film Shrek avec le bourricot. Nem tudom, hogy emlékeztek-e a Shrekre, ott van a szamár. Hello! És így ugrál, hogy felhívja magára a figyelmet. Tu láttatok, láttatok? T'as plus besoin de ça! Neked akkor már nem lesz erre szükséged. Parce que celui qui est dans le ciel te voit. Azért, mert az, aki a mennyben van, lát téged. Et parce que tu lui donnes ta vie, il dit cet homme-là, cette fille-là. És hogy átadod neki az életedet, azt fogja mondani, hogy ez a fiú vagy ez a lány. Je vais en faire quelque chose. Fogok vele valamit kezdeni. Qui confondra les autres. És olyan dolgot teszek az életében, ami a többi embert összezavarja. Moi quand j'écoute le témoignage de Thibaut. És amikor meghallgatom Thibautnak a bizonyságtételét, je me dis mais ce gars-là, mindig azt gondolom, hogy ez a srác. Il avait un départ qui était fait pour le mener dans une vie complètement défaillante et complètement perturbée. Mindig azt szoktam gondolni, úgy indult az élete, hogy abszolút kudarcra és teljes összeomlásra volt ítélve az élete. Mais Dieu en a fait un jeune homme qui le sert et qui prêche à des milliers de jeunes gens. Isten azonban kiválasztotta őt, és elvégezte, hogy ezreknek prédikáljon. Personne n'aurait vu en lui ça. Ezt senki nem látta benne. Ce qu'on voyait, c'est une maman qui était droguée. Mert az édesanyja drogozott. Je me souviens quand sa maman est venue à l'église au départ. Emlékszem, amikor az anyukája először a gyülekezetbe jött. Elle était droguée, elle était dépressive, et il y avait un petit garçon à côté qui venait avec. Akkor is tiszta depressziós volt, drogos volt, és hozott magával egy kisgyereket. Mais dans la situation, tu m'aurais dit, un jour, ce gars-là va servir Dieu. Je t'aurais dit, hey. Hogyha akkor valaki azt mondta volna nekem, egy nap ez a fiatal gyerek Istent fogja szolgálni, hát nem tudom, mit mondtam volna. Mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Isten látja azt is, amit mi nem látunk. Vous savez, ma femme. Tudjátok, a feleségem. Elle est comme elle est. Ő olyan, amilyen. Mais. De. Ce qui me plaît dans sa vie et dans ce qui me plaît dans finalement dans son récit. De nekem azt tetszik az ő életében meg a bizonyságában. C'est que une fois qu'elle était sortie de l'orphelinat. Hogy mikor kijött az árvaházból. Comme j'ai dit tout à l'heure parce qu'ils avaient faim, elle allait souvent voler dans une grande surface. Annyira éhes volt egyébként sokszor, hogy lopott a boltból, hogy ehessen valamit. Avec son frère. A testvérével együtt. Alors des fois ils volaient parce qu'ils avaient faim, d'autres fois néha azért loptak, mert éhesek voltak, máskor meg hát szerettek lopni. Mesdames, vous n'avez pas besoin de tenir votre sac à main, elle est pas là ce soir, hein. Nincs itt a feleségem ma este, úgyhogy a hölgyek ne szorongassátok a ridikülötöket. Je l'avais au bout du fil tout à l'heure. Nem régen beszéltem vele telefonon. Et très souvent dans le magasin, elle s'était fait attraper. És bizony elég gyakran előfordult, hogy éppen lopni akart a boltból, és elkapták. Et quand elle s'est fait attraper, és mikor elkapták, ils l'emmenaient au poste de police. És hát bevitték a rendőrségre. Et là, évidemment, on lui faisait la morale, etc. Et comme elle avait 13 ans, 14 ans, elle n'allait pas en prison, mais on lui faisait la morale. Természetesen jól meglett, jól megszitták, megleckésztették. Hát mivel 13-14 éves volt, börtönben nem küldték. Puis des années ont passé. Aztán eltelt néhány év. On s'est rencontrés. Mi találkoztunk. On s'est aimé. Megszerettük egymást. On s'est marié. És összeházasodtunk. Et puis,
Et puis on a acheté un nouveau bâtiment d'église pour avoir plus de place. Aztán vettünk egy új épületet a gyülekezetnek, hogy több helyünk legyen. Et on a acheté le supermarché où elle volait. És pont azt a az élelmiszerboltot vettük meg, ahol ő korábban lopni járt. Et aujourd'hui, au lieu que la police vient la chercher, c'est le pasteur qui vient la chercher. És most már nem a rendőrség jön, hogy elkapja, hanem a pásztor jön érte. Écoutez bien. És minden jó. On est en plein en train dans une négociation, il faut pas que ça sorte d'ici, hein. Most ezt maradjon köztünk, amiről most beszélek. Je vous le dis parce que vous parlez pas le français, sinon je vous le dirai pas. Csak azért mondom el nektek, mert én nem beszéltek franciául, különben nem mondanám el. Mais quand je vais rentrer, amikor majd hazamegyek Franciaországba, dans une semaine, on va visiter le poste de police où elle était arrêtée, parce que peut-être l'église va acheter le poste de police. Be fogunk menni arra a rendőrösre, ahova őt korábban mindig bevitték, mert azon gondolkodunk, hogy megveszük azt a rendőrösöt is. Halleluja! Halleluja! Dieu change les destinées. Isten megváltoztatja az emberi sorsokat. Si Dieu n'avait pas sauvé ma femme. Hogyha Isten nem mentette volna meg a feleségemet, elle aurait sûrement mal terminé. Biztos, hogy rosszul végezte volna. Comme d'autres membres de sa famille. Mint ahogy más családtagjai. Mais Dieu voit en toi. De Isten akar téged. Quelque chose que les autres ne voient pas. És lát benned olyan dolgot, amit más nem lát. Dieu appelle ce soir en toi. És Isten ma szól hozzád. Quelque chose que peut-être les autres méprisent. És lát benned olyasmit, amit lehet, hogy mások nem vettek észre. Peut-être que toi-même tu as une vision de toi-même. Lehet, hogy neked is saját magadról olyan látásod van. Totalement faussé. Ami teljesen hamis. Et tu te dis, mais avec moi, il pourra jamais rien faire. És lehet, hogy azt gondolod, hogy hát velem Isten soha semmit nem fog tudni kezdeni. J'aimerais te dire, quelle que soit ta situation. De hadd mondjam el, hogy bármilyen helyzetben is legyél. Si tu lui confies ta vie. Hogyha rábízod az életedet. Il la transformera. Akkor át fogja alakítani. Zokogott föld és ég, a déli nap sötét, a megváltó elesve holtan. Teste a kereszten, a vére folyt ég.